Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Az elmúlt héten két meccset is játszotta a KTL Hubba labdarúgó csapata, és mindkét meccsét megnyerte a Kecskeméti együttes. Évadnyitó volt a KLC-nél és a Mercedes-Benz Kosárlabda Akadémián. Lejátszotta első mérkőzését, bajnokiát a KNKS-e női kézilabda csapata. Vendégeket is várunk a stúdióba, a Kecskeméti amatőr teniszvilágból. Két hírünk van még, a KTL Dunaszfalt férfi kosárlabda csapata felkészülési tornán a falkon mögött a második helyet szerezte meg. A KTL Piroska férfi kézilabda csapata az FTC U21-es csapatától vereséget szenvedett, 34-28 volt a végeredmény. A KTL Hubba labdarúgó csapata a hétközi mérkőzésen itthon fogadta hazai pályán a Monor gárdáját. A Kecskemétek 0-1 után alaposan ráerősítettek, és 4-1-re megnyerték a találkozót. Az NB3-as labdarúgó bajnokság 9. fordulójában a KTL itthon fogadta a Monor csapatát. A hazaiak a Mészáros Grünwald, Kis Károly, Gábor, Tóth, Vágó, Ludasi, Puskás, Jakab, Gál összeálltásban kezdték meg a 90 percet. Megkezdték, de nem úgy, ahogyan mi szerettük volna. Már a 7. percben hátrányba kerültünk. A hátsó alakzat tiltóváltásra kihasználva Andus gurított a kapunkba. A sokból gyorsan visszajött a Kecskemét, és Károly szabadrugása, majd Tóth fejese jelzésértékű volt. A 19. percben csak egy védői láb mentette meg a góltól a kékeket. Két perc múlva megszületett az egyenlítő gól. Tóth Kis, majd Károly összjátéka mattolta a monori védelmet. Nem csökkent a hazaiak lendülete, és 8 perccel később Vágó fejelt a bal sarokba. 2-1 után sem vett vissza a KTL, és egy gyorsan elvégzett bedobás után létszámfölénybe került, és Lukács bevágta a harmadikat. A szünet után a sok-sok csere ellenére csökkent a dinam és a színvonal. Az 52. percben egy szöglet után akár gólt is kaphattunk volna, majd a 83. percben Hajagos veszélyeztetett. A játékvezető a 90. perc után indoklatlanul hosszabbított, és ezt a monoriak bánták. Tóth fejesével 4-1-re nyert a KTL, és ezzel juniorban az 5. győzelmét ünnepelhette. Jó szériánk van, de hát ez volt a terv, hogy az elejétől ilyen legyen. Most van egy 5-ös nyerő szériánk, ezt szeretnénk folytatni. Nagyon fontos meccs volt ez hazai pályán mindenképpen, meg hát mögöttünk álló csapattal mérkőztünk meg. Így van, meg hát azért ez egy jó csapat volt, tehát így egyénileg is, illetve a Karcsi nagyon jól összerakta ezt a brigádot, úgyhogy ezért is értékes ez a győzelem, illetve hát azért ők vezettek, tehát arról fordítottuk meg. Hála Isten a mérkőzés elején kaptuk a gólt, úgyhogy elég sok időnk volt ezt megfordítani. Az, hogy ilyen szépen sikerült, az meg a srácoknak a harcossága, meg a kedve, meg a szíve, tehát így jött össze. Nagyon korai gólt kaptunk, ez valóban így van, de aztán gyorsan lerendeztük őket. Mert ezen már túl vagyunk, tehát volt olyan az elején még, amikor mondjuk a Fradinál is kaptunk egy gólt, teljesen szétcsúszott a csapat, szétesett. Sokat beszélgetünk, sokat foglalkozunk a mentális dolgokkal, és ezt megértették, hogy bármikor kapjuk a gólt, fel lehet belőle állni, és például a múlt mérkőzésen is ugye a Szekszárdon 94-be betaláltunk. Ha most készítünk egy mérleget, az eddigi pontokkal és a játékkal mennyire lehetünk elégedettek? Én úgy gondolom, hogy mivel én vagyok az edző, akkor azt szeretném, hogy minden meccset nyerjünk meg, és minden mérkőzésen 3 pontot szerezünk, 6 pontot veszítettünk, ez sok, illetve azért nem sok, mert van 38 mérkőzés, úgyhogy időnk van. Elégedett vagyok így, mert azért látszik a javuló játékunk. Még annyi, hogy amit a mérkőzés előtt is nyilatkoztam, hogy két arca van a csapatnak, tehát amikor idegenben vagyunk. Van egy, amit Szekszárdon mutattunk, hogy magunknak tettük nehézé a meccset, illetve van, ami Hódmezővásárra, hogy teljesen simán elintéztük őket. Az, hogy szerencsés gól volt, szerintem egy szép gólt rúgtunk. Sajnos igen, azt jól láttad, hogy ott 5 perc alatt lerendeztük magunkat, 3 pontrúgás gól, pedig erre mindig készültünk, le voltak osztva az emberek. Hát sajnos a futballban van ilyen, hogy megcsúsztatják, megfejelnek minket. Természetesen ez fájó, viszont ami meg pozitívum, hogy én szerintem egy nagyon szervezetten és helyenként nagyon jó futballoztunk. Szerintem egy nagyon jó mérkőzés volt. Értem szerint a Kecskemétet azért tudtuk, hogy iszonyatosan erősek, gyorsak.
hát ugye amire készültünk, az abból nem volt gond, mert szélről való beadásból nem nagyon tudtak, bár itt ez a negyedik gól abból volt, de az már nem osztott, nem szorzott. Én szerintem erre is készültem, hogy egy nagyon jó lüktető mérkőzés volt, az rendben volt, hogy fizikálisan a játékosaim álltak a lábokon, úgyhogy mi azért nekünk a mi keretünk nagyon szűkös, és nem nagyon tudtunk változtatni, ráadásul sérülés miatt cserélni is kellett, úgyhogy én megemelem a kalapomat a csapatom előtt is, de igazából az egész mérkőzés előtt, mert szerintem egy nagyon jó hajtós, lüktető mérkőzés volt, erre lehet építeni, persze a négy kapott gól az fájó, az egy picit soknak tűnik, mert aki megnézi csak a mérkőzés eredményét, az azt mondja, hogy 4-1 nagyon sima volt, szerintem nem volt sima, 3-1-ig meccsbe voltunk, nagy energiákat mozgósítottunk, de tudtuk azt, hogy azért a Kecskemét az egy iszonyatosan erős csapat, én azt is nyilatkoztam meccs előtt, hogy én szerintem őnekik kell ebbe az osztályba elmenni, hát megvoltak minden téren, hát bízunk benne, hogy jövőre már nem kell velük játszani, illetve a mi csapatunkról annyit, hogy egy építkezési folyamatban vagyunk, akár tulajdonos részen is váltás volt, egy új klubmodellt építgetünk, szerintem azért aki sportszemmel nézte, az láthatta, hogy egy futballozni akaró agresszív csapat volt, szerintem erre lehet építeni, lépésről lépésre szeretnénk előre haladni, és hát akkor bízunk benne, hogy esetleg egy-két éven belül beszélhetünk arról, hogy a Monor is a magasabb osztályba szeretne lenni. A hétvégén az ESMTK-hoz utazott el csapatunk a pontszerzés reménye. A KTL Hubball labdarúgó csapata vasárnap idegenben az ESMTK otthonában lépett pályára, és a kecskemétiek 2-0-val nyerték meg ezt a mérkőzést. Az első negyed órában a mezőnyjáték dominált. A 14. percben Károly közeli lövését védte a kapus. Majd Jakab előtt adódott két lehetőség. Dominált a pályán a Kecskemét, a 23. percben kis csúsztatott, majd Grünwald húzott meg egy szép cselt a 16-oson. Lövése ezt követően a lécről vágódott fölé. A 33. percben egy szögletet követően mutatott be Mészáros egy bravúrvédést. A folytatásban Jakab lövését fogta Menceles, majd Vágó próbálkozott éles szögből. A hajrában még egy újabb Jakab-Menceles párharcot nyert a kapus, a 45. percben pedig Tóth lövését is védték. 0-0 volt az állás a félidőben. A folytatásban sem vett vissza a Kecskemét, igaz az 50. percben még elment Szalai előtt Puskás beadása. Két perccel később megszerezte a vezetést a vendégcsapat. Károly kapott jó labdát Tóttól, amit egy csel után a hosszúba lőtt. 4 perccel később Jakab fejelt mellé, majd a játékos beadását Tóth vágta fölé. A folytatásban a túloldalon is volt két lehetőség, de Mészáros résen volt. A 68. percben pedig megszerezte második gólját is a KTL Hufbau. Puskás beadását csúsztatta a kapuba Szalai. A véghajrában próbáltak szépíteni a hazaiak, az eredmény azonban már nem változott. 2-0-ra győzött a KTL Hufbau. Túri Zoltán, az ESMTK vezetőedzője elmondta, gratulálok a Kecskemétnek, az összkép alapján megérdemelten vitték el a 3 pontot. Az első fél időben adódott 2-3 olyan lehetőségünk, amit gólra kellett volna váltanunk, akkor teljesen másként alakulhatott volna minden. A második fél időben jobb volt a Kecskemét, ezáltal megérdemelten nyertek. Gombos Zsolt, a KTL Hufbau vezetőedzője kiemelte, az első fél időben volt egy kis hiányérzetem, a jobb oldalunk nem működött elég hatékonyan, ettől függetlenül kapura lövéseink, helyzeteink voltak. A fél idő végén egy igazán nagy zicserünk is adódott. A szünetben egy kicsit változtattunk, de a legfontosabb az volt, hogy legyünk szervezettek. Ez megvolt, jól is védekeztünk, majd a fordulás után rúgtunk ki szép gólt. Ez egy nagyon nagy győzelem volt. Legközelebb szeptember 27-én játszik a KTL Hufbau. 18 órától a Dabas csapatát fogadják a Széktói stadionban. A Kecskemét a második helyről várhatja a találkozót. Köszöntöm stúdió mai két vendégét, Göncz Évét és Balogh Csabát, a Kecskeméti Amatőr Tenisz Egyesületből elnökként és úgymond az OB3-as csapatnak a vezetőedzőjét, ha jól mondom. Hát két dátummal szeretném kezdeni a beszélgetést, 1961-jel meg 2001-jel, kinek milyen élményei vannak ezzel a két dátummal kapcsolatosan? Igen, én mielőtt erre válaszolnék, meg kell, hogy jegyezzem, hogy kb. 8-9 éve vagyok a
tenisz elkötelezettje. Sajnos, hogy ilyen későn kezdtem, ezért csak utalásokból és mondákból tudom ezt a két számot esetleg megerősíteni. A 61 az, amikor Kecskeméten egyáltalán elindult a tenisport, és büszkék vagyunk rájuk, hiszen tudomásom szerint sok országos bajnokot és jó nevű játékos folytatta itt a játékot ebbe az időszakba. A másik dátum pedig magának az egyesületünknek, a Kecskeméti Amatőr Teniszezők Egyesületének a alakulási éve volt. Én nagyon keveset tudok, az én hibám, tudok arról, hogy mi is történt a berkeken belül. Tessék engem felokosítani, ha lehet. A leglényegesebb, tehát az történt, hogy összeállt egy nagy létszámú amatőr teniszező Kecskeméten, egy nagy bázisa van a teniszezésnek, és itt összeállt egy csapat, akik megalakították ezt az egyesületet, és elkezdték a tavaszi és az őszi fordulókra folyamán végrehajtott bajnokságokat. Itt általában 5 különböző szintű osztályba 8 csapat játszik, az azt jelenti, hogy 40 csapat ilyen 4 fős legénységgel, 3-4-5 fős legénységgel, ami azt jelenti, hogy adott a 160 fős egyesületi taglétszámunk, és elég komoly vitákra és de fair play betartása mellett folyó csaták folynak évek óta. És akkor ezt az év végén, amikor vége van a bajnokságnak, úgy természetesen megünnepeljük a különböző osztályoknak a győzteseinek a produkcióját. Na nézzük a szakmát, OB3. Igen, Imre elmondta, hogy hatalmas bajnokság folyik az amatőr csapatok között. Szeretünk volna ebből kitörni, és 3 éve elkezdtük az OB3-as csapatot is építeni, próbálva a fiatalokat beintegrálni mind az amatőr bajnokságba, onnan pedig további szinteket tudnak lépni, akár OB3, és célunk az, hogy OB2 és még följebb próbáljunk indítani csapatot. Úgyhogy ennek függvényében, vagy ennek mesdjéjén próbáltuk 3 éve összehozni ezt a csapatot, most kisebb nehézségekkel, de újra elindult a Covid miatt a bajnokság. Tudni kell a mostani idei bajnokságról, hogy egyfordulós, és csak az őszi szeptemberi időszakot üleli fel. Hétvégén, szombat-vasárnap magasságában mindkét nap játszik a csapat. Hány csapat vesz részt ebben a bajnokságban, és ki a feljutó? Ki lehet a feljutó? OB2-ben a legjobb jut föl, minden csoportból egy. A mi csoportunk az F csoport, ugye 6 csoport létezik az OB2-ben. Hát nem egyszerű csapatok vannak ebben a csoportban sem. Hát eléggé. Gyula, Békés Csaba, Orosháza, Kiskörös, Nagykörös, Monor, így alkotjuk mi a 7 csapatot. És hát itt ebben a kategóriában azért a magyar ranglista 200-300 helyek között lévő játékosok a jók és a legjobbak. Célunk, hogy mi is oda jussunk. Kik alkotják csapatunkat? Vannak fiatalok, és megpróbáljuk, ahogy elmondtam, beintegrálni a fiatalokat az amatőr ligába, és onnan pedig föl a profik közé, idézőjelből profik közé, nyilván nem profik játszanak az OB3-ban sem. Hát a legjobb játékosunk Bíró Marci, aki gyermekként, 16 évesként azért most már 300-as számot bitorolja a magyar ranglistán, ami szerintem egy szenzációs eredmény. Hát ő egy gyermek lévén biciklizik és elesett, úgyhogy egy kéztörésből épül föl, úgyhogy nagyon várjuk vissza a fordulókra. Hát és akkor onnantól pedig vannak az idősebb korosztályú. Na ezt már kibontjuk. 3 éve kaptátok meg a pályát. 2. Bocsánat, rosszul tudtam. Mit lehet tudni a 2 év alatt, mi történt? Mit akartatok elérni, mit kell elérni, és hogy álltok most? Igen. 2018-ban nyertük meg a város vagyonkezelője által kiírt pályázatot az üzemeltetésre a teniszpályán. Az volt a célunk, hogy ennek a nagy létszámú egyesületnek egy úgynevezett saját pályája, saját környezete legyen, ahol baráti hangulatú és hosszabb távú gondolkodású dolgok legyenek lefektetve. A 160 fő, akikről beszéltek, akik részt vettek a bajnokságba, az utóbbi időben elkezdtek kiegészülni ilyen 20-30 fős fiatal korú, iskoláskorú fiatallal, akik vagy részt vesznek a bajnokságba, vagy részt vesznek az általunk nyújtott edzésprogramba. Ez ilyen utánpótlás nevelés előtti lépés, mert az igazi utánpótlás nevelés az ugye egyértelműen sokkal kisebb korú, már szinte óvodás vagy alsó tagozatos iskolás korba kellene, hogy kezdődjön, ami hál' Istennek a Magyar Tenisz Szövetségnek is a hitvallása, az új vezetésnek a hitvallása. Tehát az van a cél, hogy
minél kisebb támogatással, tehát önkormányzati segítség nélkül önállóan el tudjuk magunkat tartani egy kulturált pályán, amit továbbra is fejlesztünk, hogy minél modernebb és megfelelő körmények között tudjunk játszani. Mennyire nehéz becserkészni a tagokat? Hát az OB3-as csapat, és idézőjelben már a versenyzői szint az már megköveteli azt, hogy a család is áldozzon rá, és a gyerekeknek a tehetsége is ki kell, hogy jöjjön. Ez egy kettős dolog, hogy idáig valaki eljusson, és a tenisz egy elég összetett sportág, nagyon nehéz megtanulni még az alapokat is, tehát nagyon nehéz, sok fajta ütés van, és erre nagyon, nagyon sokat kell edzeni, és a gyerekek nem biztos, hogy az első sikertelen kísérletek után szívesen maradnak a teniszpályán a 40 fokban, úgyhogy nem egy egyszerű kérdés őket versenyzővé nevelni. De nagyon jó példák vannak, például tudom említeni a csapatunknak a családi tagja, apa és fia is játszik a csapatunkban, Cing Ráber Zoli és fia Márk, aki szintén 16 évesen most már próbál ő is versenyezni a korosztályában, eredményeket elérni, és van egy másik családi vonatkozás is, klubtagunk Csuti Béla és ifjabb Csuti Béla, és kis Bélát is bevettük a csapatba, ő is próbálgatja ezt a versenyzői szintet elérni. Ugye mennyire jellemző az különösen a világban, hogy apa-fia páros? Ha nincs apai indítatás, akkor a fiú talán nem is lesz teniszező. Ez nagyon-nagyon fontos, igen. Ez nem az a sportág, ami úgy közkedve hát a gyerekek közé, nagyon nagy fegyelmet igényel, nagyon nagy időráfordítást, a haverokkal nincs idő elmenni ilyenkor bulizni és mindenféle hétvégi programot csinálni. Itt a kőkemény, hogyha valaki versenyzésre adja fejét, akkor az nagyon-nagyon oda kell, hogy tegye magát. Szóltál arról, hogy családias hangulat. Ilyen versenyek is vannak, ilyen örömjátékok. Így van. Magát a katenapot szoktuk megtartani, ami egy kicsit ilyen belsős, tehát ilyen belterjes verseny, illetve az egyéb versenyeket a gyerekeknek szoktunk, Mikulás napi verseny szintén, hogy a hangulatot, ott a közösséget szokják, és nem beszélve arról, hogy itt a családias hangulatnak az egyik alap dolga, hogy vannak közöttünk 70 pár éves játékosok is, akik már 40 éve űzik ezt a sportot, és már 40 éve egymással szembe, úgyhogy mindent ismernek a másikról, tehát olyan baráti hangulatban, családi hangulatban találkozunk. Illetve most elkezdtünk egy olyan kezdeményezést, ez idén az első, hogy rendbetettük a világításokat, a pálya megvilágítást, és így két pályán tudtunk éjszakai játékot játszani, és akkor a múlt hét előtti szombaton 7 órai kezdéssel hajnal, hiszen 2:30 körül értem haza, játszottunk a pályán, sütöttük a grillt, és mókáztunk, beszélgettünk. Említetted azt, hogy megpróbáltuk mindenképpen saját lábon megállni. Mennyire nehéz ez? Ez egy aktuálisan egy picit kényes kérdés, mert a pályázaton egy kicsit túl vállaltuk magunkat. Most már ez alatt a 2 év alatt kialakultak a számok, tudjuk, hogy mit ruháztunk be, mit tettünk be társadalmi munkába, illetve konkrétan pénzbe a Kft-be, aki üzemelteti a pályát. És most már tudnék számot mondani, csak azért nem mondom, mi az a szint, aminél már önállóan el lehet végezni, mert állítólag itt ennek még folytatása lesz, és lehet, hogy olyan dolgokat mondanék el, amit nem szeretnék, hogyha mindenki ismerne. Nagyságrendekkel több, vagy pedig azt lehet mondani, hogy súrolja? Nem, 50-40 szent. Az, amit mi gondoltunk, ahhoz képest nagyságrendekkel kisebb az a díj, amit fizetni kellene ezért a pályáért, hogy tudjunk élni, de nekünk az a hitvallásunk, hogy azt állítjuk, függetlenül a pályázattól, meg akkor ugye aláítunk egy szerződést, hogy nem biztos, hogy az a célja az önkormányzat, az kell, hogy legyen a célja az önkormányzatnak, hogy bérleti díjat vegyen be egy forintosért egy pálya után, hanem annak kéne, hogy legyen a célja, hogy egy gondos kéz, gondos gazda módjára építse, fejlessze a saját tulajdonát, hiszen ez nekünk sose lesz a tulajdonunk, illetve non-profitok vagyunk, tehát nem is akarunk ebből hasznot csinálni. Az a hasznunk, hogy nagyon kulturált körülmények között minél magasabb szintű játékkal esetleg idehozni, komoly szintű versenyeket tudjunk játszani. Akkor még egy lehetőség van ennél az asztalnál, meg lehet fogalmazni az álmokat röviden. Idén megnyerni az OB3-at és az OB2-be bejutni. Hát nem jól kezdtük az évet, a Manortól kikaptunk sajnos 7-2-re, de az következő két fordulót, a tegnap lejátszottat és a múlt szombat itt, múlt vasárnap itt behúztuk, úgyhogy akár még. Ha Manor is botlik, akkor igen. Jó, a másik oldal? Az utánpótlás, hogy legyenek. Most Jelenbőrben is van egy kislány, aki Kecskemét, és sajnos annak idején nem figyelt rá senki, vagy akinek rákért volna, hogy nem figyelt, de ezért kénytelen volt Szegedre eltávozni. Jelen pillanatban 12 éves és Európa bajnok, és őt tartják itt Magyarország egyik legkomolyabb reménységérések, és sír a szemünk, amikor látjuk, hogy Bíró Melinda, Marcinak a húga, ott áll a dobogón, és kényszerűségből nem Kecskemét színeibe
veszi át a díjat. Köszönöm szépen a beszélgetést. És köszönöm. Megkezdte a bajnokságot női kézilabda csapatunk, és az első fordulóban a kecskemétek a Vasas Gárdát látták vendégül a kecskeméti Mesztésván sportcsarnokban. Szoros találkozón a kecskemétek vereséget szenvedtek, 35-32 volt a fővárosiak javára. Remek rajtot vett a Global Big Building ZRT KNKS-e csapata. Lengyel Leonetta kezdte meg a gólgyártást, majd a negyedik percig Jámbor Hercegréka további két alkalommal zörgette meg a hálót. De összeállt a vendégek támadása, és a 9. percig sorozatban szerzett 4 találatot, amivel fordított a Vasas. A 12. percben Jámbor Herceg révén egyenlített csapatunk. A folytatásban fejfej mellett haladtak. A játékrész felénél Tóth vezérletével 2 góllal léptek meg a vendégek. A 20. percre 10-10-es állásnál egalizált ismét a Kecskemét. A folytatásban sem változott a játékképe, a hazaiak futottak az eredmény után. 3 gólnál távolabb azonban nem tudott meglépni a Vasas. 12-15-nél ismét megkezdte a zárkózást a Hírösvárosi klub, a 29. percre pedig egyenlítettek. 15-15 volt az állás a félidőben. A fordulást követően a 34. percig Pénzes 3-szor is betalált, míg a KNKS-e csak 1 gólt szerzett. A 37. percre ismét 3-mal ment a Vasas. A 40. percben 19-22-es hátrányban kért időt Varga József. Sikerült rendezni a sorokat, a 43. percre egy egységig zárkózott a KNKS-e, majd a 45. percre 24-24-es állásnál egyenlített csapatunk. A folytatásban felváltva estek a gólok, a véghajrára viszont elfáradt a Kecskemét, nem tudta tartani az iramot. Végül 3 góllal 35-32-re győzött a Vasas. Nagyon szoros volt. Ez köszönhető annak, hogy látva egyébként a hazaiaknak a létszámát, tényleg azt játszották, amivel a legjobban ki tudják venni a szelet a mi vitorlánkból, ez pedig a lassabb játék volt. Nem tudtunk igazodni, vagy nagyon későn igazodtunk ahhoz a viszonylag lassú játékhoz, amit a hazaiak játszottak. Én azt gondolom, hogy ha előre tudjuk ezt az eredményt, akkor ezt aláírtuk volna. Nyilván most egy kicsit csalódott vagyok. Most a bajnok esélyes Vasassal játszottunk. Szerintem ez szezonkezdésnek jó volt a csapatnak. Azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk ezzel az eredménnyel. Szerintem még nagyon kérdéses, hogy mennyire lesz erős a bajnokság, hogy melyik csapatot hova lehet tenni. A cél mindenképp a 7 közé kerülés, és akkor biztosban maradók vagyunk. Nagyon tisztességesen helyt álltunk az NB1B keleti csoportjának magasan kiemelkedő csapata ellen. Igen, 55 percig volt esélyünk arra, hogy esetleg még saját magunk javára fordítsuk a mérkőzést. Elfáradtak a kulcsjátékosaink ezekbe, és ugye eleve egy sokkal jobb cseresorral rendelkező Vasas van, tehát nagyobb a merítési lehetősége. A végén pedig a volt játékosunk az megpecsételte a sorsunkat. Tempó és a Dunakeszi, hát még nem láttam a két mérkőzést. A Dunakeszi az egy elég súlyos vereséget szenvedett, a Tempó viszont csak egyel kapott ki, úgyhogy arra azért fel kell készülni. Legközelebb október 4-én játszik itthon a KNKS-e. 18 órától a Gödi Ese csapatát fogadja a Messzi István sportcsarnokban. 29. szezonját nyitotta meg a megyei első osztályban szereplő KLC a Széktói Stadion műfüves pályáján. Novemberben már a 29. születésnapját ünnepli a Kecskeméti LC, mely mára mintegy 400 fiatalnak biztosít sportolási lehetőséget, és 23 edző gondoskodik a labdarúgók felkészítéséről. Esőház Attila, a KLC elnöke a tavalyi szezonról, eredményekről és az idei célokról is beszámolt. Online nagyon nehéz edzéseket tartani, tehát matek órát meg lehet csinálni, de egy foci edzés nem, meg főleg mérkőzés lejátszani. Tehát gyakorlatilag március közepétől április végéig teljesen megbénította az életet az egyesületnél. Persze dolgoztak otthon a srácok, küldtünk nekik edzésprogramokat, de hát ezt ellenőrizni, hogy milyen intenzitással csinálják, meg ez szinte lehetetlen. De május elején, ahogy visszajöttek, akkor belevetették magukat a munkába, és a korábbiaktól eltérően 2 héttel megtoltuk a szezont, és június 30-áig részt vettek az edzéseken.
Több csapatunk jó pozícióban indította a tavaszt, de sajnos volt olyan, aki a tavaszi szezont el se tudta kezdeni, mert a kezdet előtt leállították a bajnokságokat, és így ennek a csonka szezonnak van egy csapatunk, az U17-es MB3-as fiú csapatunk tudott a harmadik helyen zárni. Nem azt mondom, hogy ezt a helyezést szerezték meg, mert szerintem ők is előbbrébb tudtak volna lépni, de a lányoknál is, meg több korosztályunknál, például az U19-es lányok egy ponttal voltak lemaradva az első helytől, negyedik helyen voltak. Azon kevés egyesület közé tartozunk, akiknél az 5 éves kortól a 80-82 éves játékosig megtalálható szinte minden korosztály. Tehát óvodás csapataink vannak, kisiskolás csapataink, általános iskolás, középiskolás, mikor innen kiöregednek, akkor lehetőséget biztosítunk felnőtt szinten is a focira. Most felmerült annak a lehetősége, hogy egy ilyen öregfiú bajnokságban is elindulnak majd a játékosaink. És hát itt vannak a veteránjaink, akik tényleg hetente kétszer itt vannak, lábteniszeznek, fociznak, és ők is bajnoki rendszerben vesznek részt. Én így gondolom, hogy így kerek ez az egész, és tényleg mindenkinek, fiúknak, lányoknak megvan a lehetőség, fiataloknak, időseknek, és mindenkinek megpróbáljuk a tudásához mért versenyzési lehetőséget biztosítani. A célunk az, hogy mindenki állja meg a helyét azokban a bajnokságokban, amelyikben elindítottuk. Ebben az évben is egy kicsit emeltük a szintet, léptünk egy lépcsőfokot, 5 korosztályunkat elindítottuk a Kölyök Liga versenysorozat küzdelmeiben, U8-tól U12-ig a korosztályaik 2 heti rendszerességgel vesznek részt. Hát úgy mondom, hogy torna rendszerben, de ez már inkább közelít a bajnoksághoz. Tehát ez is egy jó szintfelmérő lesz nekik. Az U14, U15-ös csapatunk, 15-ös csapatunk változatlanul az országos másodosztályban szerepel. Jól indították a szezont, az U17, U19 az országos harmadosztályban szintén jó rajtot vettek, és hát emellett U14-es csapataink megyei bajnokságban, U16-os megyei bajnokságban, a lányok U14, U16, U19 országos bajnokságban, U15-ösök megyei bajnokságban, és a felnőtt női és férfi csapatunk egyaránt a megye 1-es bajnokság versenysorozatában vesz részt. Természetesen folyamatosan arra törekszünk, hogy az egyesületnek, illetve a játékosoknak próbáljuk mindig a lehető legjobb körülményeket biztosítani. Ebben próbálunk mindig segíteni a létesítmény fenntartójának is. A márciusi és áprilisi időszakban több dolgot rendbehoztunk a stadionban, gerebéztünk, kapáltunk, hálót foltoztunk, festettünk, tehát amiben tudtunk segíteni, abban próbáltunk. És hát emellett a társasági adótörvény biztosította lehetőséggel folyamatosan él az egyesületünk. Ebben az évben 2 nagyobb projektünket hagyta jóvá a Labdarúgó Szövetség. A Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola területén lesz lehetőségünk egy 40x20-as műfűves labdarúgópálya megépítésére, illetve itt, ahol állunk a műfűves pályán, hát kicsit már elhasználódott, megkopott világítás fényerejének a megduplázására, ami már majd lehetővé teszi az esti időszakban is akár bajnoki mérkőzések lejátszását. Az eseményen Korakas Ferenc, a KLC szakmai vezetője, a 30 csapat és csoport edzőit mutatta be a szülőknek. Zárásul pedig az U17-es csapatot díjazták, mely az NB3 bronzérmese lett. Mennyitó volt a Mercedes-Benz Kosárlabda Akadémián, ahol több mint 600 gyermek sportolására gondoskodnak a szervezők és az edzők. A jövőben a szakmai stábot Stoyan Ivkovics is erősíti majd. A biztonsági előírások figyelembe vételével tartották meg szombaton a Kosárlabda Akadémia évnyitóját. A csonka évben is remekül szerepeltek sportolóink, és közülük 15-en bekerültek a korosztályos válogatottak valamelyikébe.
Ez egy rendhagyó évzárás és évnyitás, ugye mi az évnyitó keretében szoktuk értékelni a tavalyi évet és díjazni a kiemelkedő teljesítményeket. Hát most eredményeket nem tudunk felolvasni és hirdetni, viszont azt gondolom, hogy azért sikerekkel büszkélkedhetünk. Már az is, hogy a sportolóink kitartottak és folytatták a sportolást a nehézségek ellenére, azt is nagy sikerként, és azt gondolom, hogy minden sportolónk megérdemel és kollégánk egy aranyérmet, hiszen kitartottak, hol kültéren, hol otthon, hol végül kis csoportokba beltéren sportolhattak, és ennek ellenére le tudjuk zárni és értékelni a szezont. Válogatottjainkkal büszkékedhetünk, 15 akadémistát hívtak be a korosztályos válogatottakba, illetve hát voltak kiemelkedő teljesítmények. Bízunk benne, hogy azért szünetmentes lesz ez a bajnoki év, megteszünk mindenféle intézkedést, és erre kérjük a sportolóinkat, akik fegyelmezetten ezt teljesítik is, és bizakodunk, hogy ez sikeres és értékelhető év lesz. Ha nem lesz semmi, akkor igazából mire készültök? Mi az, ami a legfontosabb, akár építkezésben, akár fejlődésben? Az akadémiának már a megalakulása óta két küldetése van. Egyik, hogy lehetőséget adjon az egészség életmódra nevelésre, a mindennapos sportolásra és a közösségbe való tartozásra. A másik célunk pedig, hogy a felnőtt csapatoknak, illetve vagyis az élsportnak és a válogatottaknak neveljünk utánpótlást, és ehhez mindenféle profi körülményt megteremtsünk, mint infrastruktúrálisan, mint szakmai háttérben gondolkodva, úgyhogy ezek a célok nem változnak, és ezek mentén megyünk tovább. A 38 csapat közül Adamik Csillai volt az egyik legeredményesebb az elmúlt esztendőben. Az elmúlt év azért egy kicsit szokatlan volt az előzőekhez képest, ugyanis sajnos a náciusi időszakra bezárult a bajnokság. Addig szerintem azért úgy szépen töretlenül haladtak elő a csapataink, főleg a lányszakosztály nevében beszélnék meg, most én annak vagyok a szakágvezetője, de sajnos ezt a folyamatot meg kellett szakítani, és ekkor kezdődött az, hogy próbáltuk a gyerekeket úgymond mozgásba tartani, és ott tartani a kosárlabda feladatok mellett, és én azt hiszem, hogy ez sikerült, hisz olyan online módon meg tudtuk oldani az edzéseket, hogy dolgoztak rendesen, kaptuk a visszajelzéseket. Hát sajnos a bajnokságot így nem játszottuk végig, de talán annyiból sikeresnek mondható, hogy láttuk, hogy a gyerekek mennyire szeretik ezt a játékot, és annak ellenére, hogy a körülmények megváltoztak, mégis kitartottak. Most mire készültök, hiszen reméljük, hogy jövő év nem ilyen lesz, és akkor lehet teljes erővel dolgozni. Hát igen, most egy kicsit ez még szokatlan, megmondom őszintén, mert az emberben benne van, hogy most ezt meddig tudjuk csinálni, de ugyanúgy kezdtük el, sőt egy kicsit keményebben kezdtük az augusztusi felkészülést, hisz próbáltuk azért mégiscsak a lemaradásokat behozni. Én nagyon bízom benne, hogy ha nem is olyan formában, ahogy az előző években, hogy most nézők előtt, stb., de tudjuk folytatni a bajnokságot, és mindenképp az a célunk, hogy jól megtanítsuk a gyerekeket kosarazni, és utána az mire lesz elég, azt majd meglátjuk. Minden évben az akadémia legjobb két lánycsapata és a legjobb két fiú csapata külön díjas, és az a szerencse ért minket, hogy az én csapatom az U11 Amazonok voltak tavaly, idén az egyik kiemelkedő csapat, vagy tavaly inkább így mondom, volt az egyik legjobb csapat, és ezért a díjazottak között lehetünk mi is. Az évedzője díjat ifjabb Kígel Tamás vehette át, majd köszöntötték a két Tamást, Kígelt és Gereben, akik betöltötték az 50. életévüket. Viski Vivien és Mészáros Máté pedig aláírta élete első profi szerződését a KKC-hez, illetve a KTA Dunaaszfalthoz. Az ünnepség végén a labda feldobásával hivatalosan is megkezdődött az év a Mercedes-Benz Jár Kosárlabda Akadémiáján. Adásunk végén hallgassák meg a sport ajánlatunkat. Pinteken és szombaton az Akadémia csarnokában, illetve a Messzi István sportcsarnokban rendezik meg a kosarasok 4 csapatos tornáját. Aztán 18-án pénteken 19 órakor kezdődik a Messzi István sportcsarnokban a KTE Piroska Ózdi KC férfi bajnoki kézilabda mérkőzés. Szombaton a KTE Hubba labdarúgó csapata a Magyar Kupa első fordulójában idegenben a Tihanyi FC otthonában lép majd pályára. Ugyanezen a napon a megye egyben szereplő KLC a kiskunasi KC-t fogadja 16 órai kezdéssel. Vasárnap a megye 2-ben szereplő SC Hírösév a Csolyos Párosokkal meccsel 16 órai kezdéssel. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra, viszonthallásra!